Kanizsa, Gina és Lam Dávid zenélt nekünk egész délelőtt, és még fognak is a beszélgetés után, aminek én nagyon örülök, és szerintem a jazz szerető közönség biztosan nagyon-nagyon boldog, hogy hallhat titeket. Ismerhetünk már titeket különböző formációkból, zenekarokból, de ti hogy találtatok egymásra, és mióta zenéltek együtt? Hát az az érdekes, hogy én amikor még csak konziba jártam, akkor már a Dávid híres volt, tudtam ő róla, viszont mi csak egy másfél éve találkoztunk szerintem, és egy évvel ezelőtt volt az első koncertünk, ami az első közös játszásunk. És nagyon érdekes, mert én utána megfogalmaztam magamban, hogy én nagyon régóta kerestem egy olyan harmónia hangszerest, aki szereti ezt a mainstream régi jazzt, amit én szeretek csinálni, és jól is játsza. És emellett nagyon fontos szerintem az is, hogy valaki jó harmónia hangszeresként tud kísérni egy szólistát, és nem pedig lejátsza adott esetben, hanem együtt tudunk működni. És mi még fontos emellett, hogy mondjuk szóba tudunk állni egymással a színpadon kívül is. Ez jellemző, hogy... Mert ez sokszor megtörténhet, hogy a színpadon tök jó a zenei összhang, de utána az ember úgy van, hogy hát... Igen, vannak zenészek, akik kell mondjuk egy koncert előtt, koncert után eltölteni 15 percet, az irgalmatlan fájdalmat jön. És közben zeneileg meg jó, persze. De érdekes. Melyiket helyezitek előtérben akkor? De ilyenkor lép az a kérdés, hogy akkor például az én szakmámban sokkal fontosabb az emberi tényező, mint a szakmai, mert megtanulható a szakmaisága. Én művészéletemben szerintem meg pont fordítva van. Nem tudom, ez érdekes, nekem volt egy nagy kedvencem, a B.B. King nevű blues, hát ő egy bluesgitáros énekes volt, aki néhány évvel, 2-3 évvel ezelőtt halt meg. És ő azt mondta már nagyon öregen, 80 pár évesen halt meg. És ilyen 70 éves kora környékén volt vele egy interjú, ahol ő azt mondta, hogy ő arra jutott hosszú pályafutása során, hogy egy olyan ember, hogy úgy válogatja az embereket, a zenészeket a zenekarába, hogy egy olyan ember, aki csak 60%-os zenész, de 100%-os ember, az sokkal inkább kell neki, mint aki mondjuk 100%-os zenész, de 20%-os ember. Akkor végülis ez a fajta nézet az akkor elvileg jó, és ugye köztetek is van egy nagyon jó emberi kapcsolat. Igen, nem? Hogyha valakinek szerintem erre van igénye, hogy tudjon kommunikálni, akkor az mindenképp alap. Hát meg hogyha például utaztok, ugye, tegyük fel, hogy elutaztok ide, vagy meglegyen, igen. Bárhova, akkor azért fontos az, hogy ne csak arról tudjatok beszélgetni, hogy mi fog történni a színpadon. Igen. Hát meg, hogy úgy megbízza másikban, nem tudom, mondjuk nálunk táncosként ez megint fokozottan, mert akkor, ha nem kap el, akkor bízom, az egy fontos dolog. És azért nálatok is, mert hogy ott véget tud érni egy koncert, hogyha... Van mondjuk ilyenkor bennetek olyan jellegű félelem, hogy mondjuk egyikötök elveszíti a másikat? Tehát mondjuk együtt vagytok duóban, de hát lehet, hogy holnap te egy másik hölgyel szeretnél duózni. Itt azért mindenki sok mindenkivel játszik, megélhetési bűnözés céljából. Tehát ezzel szerintem sok baj nincs, attól még nyilván egymást nem fogjuk dezertálni, hogy másokkal is játszunk. Tehát. Persze az ember hozzászokik ehhez, tehát itt azért valamennyire a szakma szerencsére megköveteli azt, hogy legyenek átfedések, de ez egy jó dolog igazából. Uh-huh. Nagyon kevés időnk van, de mik a terveitek 2018-ra? Mi az, amit mindenképpen szeretnétek elérni az idén? Gina? Én alapvetően azt szeretném, hogy tudjunk rögzíteni olyan anyagot, ami tényleg minket mutat meg. Lemez? Vagy tehát, hogy... Nem, inkább nem is csak az, hogy lemez, de az igazság, hogy koncertet az ember úgy tud csinálni, hogy meg tud mutatkozni, és ez egy ördögi kör, mert amíg nincs anyagom, addig nem fognak elhívni, és amíg nem hívnak el, nem lesz anyagom. És nagyon jó, hogyha az ember ezen túl tud lépni, és utána már tényleg olyan anyagot tud elküldeni bemutatkozásként, amiért úgy tud felelősséget vállalni, nem kell hozzá körítés, hanem megmutatja, hogy ezt csinálom, és nagyon szívesen elhozom nektek is. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, és hogy itt maradtok még egy dal erejéig.